kotorják a kikötői öböl északi részét. Országos tollaslabda versenynek adott otthont a Dunaújvárosi sportcsarnok. Szerdai idegenbeli mérkőzésére készül a DKKA együttese. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. A Modern Városok program részeként mederkotrást végeznek a kikötői öböl északi területén. A munkálatokat még az előző esztendő végén kezdte meg a kivitelező. A hideg idő ellenére folyamatosan dolgozik a kivitelező a kikötői öböl északi területének, vagyis a horgásztanya előtti szakasz mederkotrásán. Most ugyanis jó a vízállás, így haladhatnak a munkálatokkal, a kiemelt iszapot el tudja szállítani az uszályhajó. Mint a Szintje László, a körzet képviselője elmondta, az öbölkotrás a Modern Városok program részeként valósulhat meg. Ez egy régi vágya volt a Dunaújváros önkormányzatnak és az itt működtető horgász egyesületnek az öböl rendbetétele. Ezt a Modern Városok programjában egy külön összeggel biztosították azt a lehetőséget, hogy a kikötőtől ide a belső öbölig kotorják a diszapot. Ezt a munkálatokat végzi most a kivitelező, nagyon jó ütemben halad, tulajdonképpen a vízszint állása nulla lenne, de ez egy 2 méter 60 centi mélységre lementek, ami külön öröm az, hogy megszonározták a vízterületet, és tele van már hallal. Mint a Szintje László elmondta, ez a mederkotrás a turisztika fejlesztését szolgálja, hiszen itt kishajókkal, csónakokkal állomásozhatnak a látogatók, illetve a horgászok által is kedvelt helyszín. Az iszap kikotrása az élővilág és a hajózás szempontjából is kiemelt fontosságú. És hogy fogadták a horgászokat kitörő örömmel, hiszen több mint 20 éve volt itt utoljára kotrás, és az utóbbi években az alacsony vízállás miatt nagyon nehéz volt innen kihajózni. Vannak ladikok, vannak csónakok, és most már vannak jaktok is, akik itt parkíroznak, és nagyon-nagyon időszerű volt már ez. Ezúton is szeretném megköszönni az önkormányzatnak a segítségét. Mindenkinek, akinek része volt ebbe. Városunk közgyűlése még a 2016. augusztusi ülésén bízta meg a DVG ZRT-t azzal, hogy készítse el a mederkotrás terveit. Az engedélyes terveket a hatóság megküldte a fővárosi katasztrófa védelemhez, ugyanis hozzá tartozik a Duna ezen szakasza. Miután zöld utat kapott a kotrás, és a Modern Városok program keretében a forrás is rendelkezésre állt, kiírták a közbeszerzési eljárást a feladatra. A munkákat, konkrétan a fizikai munkát, mint a kotrást, azt ugye november végén kezdtük el, de ennek előkészített egy munkáját már a szerződést, pályázat után szerződést megelőzően elkezdtük a méréseket, a felkészülést, mikor, milyen vízállással, hogyan fog tudni dolgozni. És mint mondtam, hogy a konkrét fizikai munkát azt november végén kezdtük el. Hát most már olyan 90%-nál tartunk. Itt belül épp a csónak tározó helyén már az utolsó simításokat végezzük. A kivitelező szerint, ha minden jól alakul, akkor február végére befejezik a kotrást. A munkát az hátráltathatja, ha olyan nagymértékű fagy következik, amely akadályozza a munkát, vagy olyan alacsony lenne a vízszint, ami miatt a hajókkal nem lehetne közlekedni. Január 22-én kedden 11 óra 30-kor Cserna Gábor polgármester Kalácska Andrást, a Dunaújvárosi Labdarúgó Szövetség elnökét fogadta a Városházán. A találkozón áttekintették a szövetséget érintő idei évi terveket és feladatokat egyaránt. A polgármester egyetértett a dolgainkkal, elmeséltem, hogy körülbelül milyen rendezvényeink lesznek, mert nagyon sok rendezvényünk van. Ugye beindul a bajnokság, majd márciusban most folyik a futszál bajnokság a teremtornákkal, és akkor utána megjönnek a különböző kupáink, úgyhogy egy évben több mint 23 kupát rendezünk azon kívül, hogy folyik a bajnokságunk. Úgyhogy ezeket említettem, illetve mondtam el a polgármester úrnak, és akkor kértem, hogy segítsen nekünk a 2019-es évnek a gazdasági dolgaiba, hogy azok ugyanúgy, mint eddig a tavalyi évvel viszonyítva egy kicsit több pénzt szeretnénk kapni. Szép eredménnyel zárták a Danubius KS tollaslabdázói a Dunaújvárosi sportcsarnokban megrendezett országos felnőtt ranglista versenyt. A Dunaújvárosi sportcsarnok kistermében rendezett országos felnőtt ranglista versenyt szombaton a Danubius KS tollaslabda szakosztálya. A C és D kategóriában megtartott viadalra az ország 11 egyesületéből érkeztek versenyzők, akik 6 tollaslabda pályán összesen 9 versenyszámban mérték össze egymással erejüket. Ez egy forduló,
mert 4 fordulós versenyt hirdettük meg, és ez a 3. forduló. Volt már egy versenyünk szeptemberben, decemberben, és most ez a 3. állomás. Ez egy kupa jellegű verseny. Egy nagyon nagy kupát szeretnénk a győztesnek átadni majd májusban. A tollaslabda versenysport szabálya merőben más, mint ahogy azt általában a hétköznapi életben egy átlagos ember játsza. A szabály ugyanolyan, mint a pingpong szabályban. Tehát egy hagyományos játékon belül szervász és pontot érsz el. Ha megnyerted az adogatásodat, te szervász. Ha megnyerted a labdamenetet, akkor már te szervász újra. Tehát minden egyes labdamenetnek kvázi majdnem 2 pont a tétje. A versenyen 13 éves kortól 58 évesig bezáróan küzdöttek a pontokért a résztvevők. Van, aki már 25 éve kitartóan edz, heti rendszerességgel, hogy dobogós helyezést érhessen el. A ranglistás versenyeken sajnos nem tudtam még hathatós eredményt elérni, de kis apró részsikereket minden versenyre elmegyek, amire tudok, amatőr és profi, amennyire az időm engedi. Jelentős helyezést még sajnos nem értem el, de nem adom fel. A dunajvárosi színeket Tóth Réka, Varga Gabriella, Jakab János, Rostási Tibor és vendégjátékosként kapitány Péter képviselte. A végig remek hangulatú színvonalas tornán, melyen 2 arany és 2 bronzéremmel zárták a Danubius KSE tollaslabdázói az országos felnőtt ranglista versenyt. Legutóbbi mérkőzését itthon játszotta a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt női csapata, amikor végül egy kiélezett mérkőzésen 1 gólos vereséget szenvedtek a Debrecen ellen. Most azonban az ottani hibáikból is építkezve készülnek a kivételesen hét közepén esedékes megmérettetésre, amelyre szerdán 6:30-tól Mosonmagyaróváron kerül sor. 1 gólos vereséget szenvedett legutóbbi hazai mérkőzésén a DKK, a csapata a papíron jobb debreceni gárda ellen. A mieink remekül kezdték a megmérettetést, és egészen az első félidő derekáig magabiztosan őrizték is előnyüket. A félidei szünetre azonban már 13-13-as döntetlennel vonultak a felek. A vendégek lendületét sajnos nem törte meg a pihenő, és így átvették a vezetést. Ugyan a mieink még kiegyenlítettek, a Debrecen remek védelmével nem igazán tudtak mit kezdeni az újvárosiak, és hiába küzdöttek remekül, 1 gólos vereséget szenvedtek. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen elégedettek lehetünk ezzel az eredménnyel, ugyanis papíron a Debrecen jobb csapat, mint mi. Úgy gondolom, mindenki kihozta magából a maximumot, sajnos ez most ennyire volt elég, de úgy gondolom, hogy ez lendületet adhat a csapatnak, és ebből kell építkeznünk, hogy egy ilyen csapat ellen is tudunk ennyire jól játszani. Hogy mik voltak a hibák, talán az, hogy fejben elfáradtunk a végjátékra, a Debrecen ugye többet tudott cserélni, többet tudott pihenni, talán ők ennyivel előrébb jártak, mint mi, de építkezünk és megyünk tovább. Szerdán a KNTH női kézilabdaliga folytatásában idegenben lép pályára a Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia felnőtt női együttese. A mieink nagy figyelmet kell, hogy fordítsanak a védekezésükre, illetve az ebből indított támadásokra. Természetesen a kapus teljesítmény is számottevő lesz. Egy kapus teljesítmény az mindig befolyásolja a mérkőzést természetesen, de összefüggés van a védekezés kapus teljesítménnyel is, de azt kell mondanom, a védekezés a támadó taktikával is összefüggésben van, tehát minden mindennel. Tény és való, hogy az átlövőkre, ha most a magyar átlövőkre feltétlenül és fokozottan kell figyelnünk, de mondhatnám a beálló pozícióba játszó játékosokat is, az is kulcskérdése lesz, hogy a védelmünk azt hogy tudja majd semlegesíteni. Új igazolások vannak a Mosonmagyaróvárnál, feltérképeztük lehetőségünk szerint, készülünk rá. Továbbra is a célunk az, hogy a védekezésből induljunk ki, és a védekezésnek több fajtájából meglátjuk, hogy majd az átlövő teljesítmény milyen lesz a Mosonmagyaróvári csapatnál, beálló játék, széljáték, hogy tudjuk megoldani majd ezeket. A dunaújvárosiak 1 hét alatt 2 bajnoki mérkőzést is játszanak, nehezítés még ráadásul, hogy mindkét alkalommal idegenben lépnek pályára kézilabdázóink. Ennek ellenére György László vezetőedző azt mondta, úgy gondolja, jobb, ha szerda-szombat ütemben vannak a mérkőzések. Feszesebben lehet tartani a csapatot, állandó készültségben vagyunk,
tudjuk, hogy fontos dolgunk van a következő napon. Az biztos, hogy fizikálisan és mentálisan is jobban megterheli a játékost az edzőket, de úgy hiszem, hogy jobb a menete, tehát ahogy mondtam, feszesebb és több fókusz kell a játékosnak. Ezáltal én úgy gondolom, hogy ezekben a sűrűbb mérkőzésekben jobb teljesítmények lehetnek. A szerda esti megmérettetés Mosonmagyaróváron 18 óra 30 perckor kezdődik majd, ahol a miénk célja egyértelműen a két pont megszerzése. Következnek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Kotorják a kikötőjéből északi részét. Országos tollaslabda versenynek adott otthont a Dunaújvárosi sportcsarnok. Szerdai idegenbeli mérkőzésére készül a DKKA együttese. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak, mert most időjárás jelentéssel folytatjuk, majd Hírplusz című műsorunkban az idei öbölkotrás részleteiről számolunk be önöknek egy kicsit bővebben. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Szerdára megnövekszik a felhőzet, beborul az ég, és sokfelé számíthatunk csapadékra. Leginkább hószálingózásra, havazásra van kilátás. Kevés havas eső, ónos eső kis eséllyel délkeleten lehet. Északon megélénkül a keleti szél. Az erősen fagyos reggelt követően délután -2, +3 fokot mérhetünk. Csütörtökön eleinte sokfelé, majd egyre inkább csak délen és keleten számíthatunk további csapadékra. A kezdeti havazás délután a havas esőbe esőbe válthat. Élénk, erős lesz az észak-keleti szél, a maximumok 0 és 4 fok között alakulnak. Pénteken kezdetben még sokfelé előfordulhat csapadék, de a nap is előbújik. Előre láthatólag főként délen eshet időnként a hó. Az északiai szelet erős, viharos lökések kísérhetik, délután -2, +3 fokot mérhetünk. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!